Ebből fog állni az egész idő, hogy Jaj! Majdnem leejtettem a telefonom. Szóval, Rotorua belvárosától mindössze 5 perces útra található a csodálatos Redwood Forest és a Redwood Streetwalk és a Redwood Nightlights otthona. Ez a dinnyertes látványosság minden korosztály számára nagyszerű. Oda megyünk fel. Nekem, akinek a legnagyobb tériszonya van, szerintem az egész világon kurva jó lesz. Egy csak nem 700 méter hosszú, az a baj, hogy én úgy éreztem, hogy 700 méter magas. 28 függőhídból áll, ami 27 gyönyörű, 120 éves Redwood fa között haladnak át. A lombkorona sétány több mint 20 méter magasban van, oh my god. Szórakozol velem? Slice from Rotorua's first Redwood, oh my god. Úristen, ez amúgy durva. Most szórakozol amúgy. Úristen, ez tényleg durva. Hallod, el vagyok fehéredve, Zoli. Az előbb a gyerekek is végigmentek. Csönd már. Ez nagyon durva. Ez nagyon durva. Szívrohamot fogok kapni. Dehogy fogsz. Úristen, emberek hátra... Jaj, úristen, tessék, mert nem engedtük előre a gyerekeket. Ugrál! Ez nagyon gáz, ezt nem gondoltam végig. Tehát alig remegek amúgy, alig remegek. De ez is itt úgy mozog. Ja, hozzáértem fához. Ez amúgy nagyon brutál, én ki vagyok ettől, nem bírom. Tehát így be van görcsölve a lába, mennek amúgy? Na gyere! Én nem merek. Esküszöm, félek, nagyon durva. Nem viszitek el amúgy, hogy mennyire félek. Én ilyet nem bírom, nem bírom, nem bírom, nem bírom, nem bírom, nem bírom. Miért van ennyire tériszonyom? Úristen, nem lesz ide kell amúgy. Megint megfogtad a fát. Szívem, megállj. Nem hiszed el, hogy rettegek. De senki más nem fél. Hát ne 3 centire vagyunk a földtől. Oh! Mozgol! Nem merek végigvenni, máshoz csak a kapaszkodok. De nem tudom, az miért jobb a kapaszkodok. Hogy én miért csinálok ilyeneket? Miért csinálok ilyeneket? Valaki mondja meg! Szívem megvan állva. Azok mik ott? Azok világítanak éjszaka. Jaj, de jó. Mi meg itt rohadjunk meg a sötétbe. És ott a végén van egy ilyen rész, ahol kell csúszni. Mi? Én nem csúszok le. Mi? Csak le kell csúszni? Nem kell lecsúszni. Olyan hülye vagy. Ott lépcső is van elől, ahogy látom. Hol? Magasabbra is fel fogunk menni. Aj, nem már! Ne mondd már ezt. Léci. Vicceltél, nem? Nem. Aj, nem már! Aj, nem már! Nem már, nem akarom. Miért kell? Nem sokkal magasabb. A föntebb lehet menni. Ja, nem kötelező? 3,5 házat lehet építeni egy ház, egy fából. Hát akkor jól lenne, hogy kivágnánk egy fát, hogy építenénk egy házat. Nagyon rossz. De gyere. Úristen, nem már. Nem már. De... Ez most komoly? Zoli. Nem, csak vicc. Hú. Ez... Nem
Mit nevet? Úristen, ez annyira megterheli a szívemet, ami itt történik. Nem hiszed el? Úristen, Zoli. Ezt miért csináljuk? Ezt miért csináljuk? Miért recsent valami? Nem tudom. Amúgy most vagyok beszarva nagyon, eddig nem voltam, de most nagyon. Most nagyon rossz. Nagyon rossz. Ebből fog állni az egész idő, hogy hát de a félek. Úristen, ez katasztrófa. Katasztrófa, gyerekek. Nem ajánlom soha senkinek. Ez amúgy, ne nézd le a legnagyobb hülyeség, akkor mi a jöttél fel? Csak kérdezem. Ne nézd le. Kösz, én most lenéztem. Hát én folyamatosan lenézek. Menjél már! Mert dőltem ki oldalra. De miért dőlsz? Nem tudom, mert nincs már egyensúlyom. Mert egy órája sétálunk a 200 méteres magasba azért. Halál, ugye? Halálos kitérő című végső állomás, azért lehetne itt forgatni. De pont befér a telefonom. Hubbazd meg, jaj! Majdnem lejtettem a telefonom. Mobile Fox, ez bírnál szerinted? Ha? Rohadt életbe. Most kell. Most kell ilyen. Jössz te is? Jövök. Ja, érzem, hogy szakad le ez a szar. 8 embertel bír. Jó, de... De 8 vékonyat. Nagyon jó ez a kis izé. Kis ház. Ez egyre jobban visz ki minket a városból, ez a cucc. Kurva jó lehet ez este amúgy. Nem? Nagyon. Ezek a izék itt, hogy szintkülönbségek. Szálka ment a kezedbe? Nem, neki mentem ennek a... Itt esett már-e valaki vajon? Nem hiszem. Kár. Na de mindjárt vége. Látom. Látom. Mi van? Recseg. Marika ott fogdossák a fát. Itt az a jó, hogyha itt leesel, itt a betonra esel. Az nagyon jó. Ringat a víz, ringat a víz, ringat a víz. De azért ne dalolva menjél, mert ritmusra lépsz. De a magyar ember dalol. Az utolsó kör. Na nézzük. Az most utolsó. Már jó lesz. Azt hiszed, vicces vagy? Azt. Oh my god. Oh my goodness. Mondjuk ez a legdurvább itt. Egy kis lépcső. Takarodjunk haza. Nem bírom tovább. Sziasztok. Kövessetek, léci, ezért megéri. Új-zélandi következő állomásunk a Vakarevareva Forest volt, ami tulajdonképpen Rotorua egyik leglátványosabb természeti kincse. Több mint 5600 hektár erdő várja azokat, akik imádják az erdőket. Lehet itt kutyát sétáltatni, hegyi kerékpározni, fantasztikusokat túrázni, akár 8 órákat, és ami a legdurvább, hogy van egy hatalmas lomkorona sétány, ami nem pont olyan, mint az otthoni híres lomkorona sétány, hanem ez tényleg eszméletlen. Gopri, te mit szólsz ez a kicsődéshez? Lupi, gyere! Rohadt érdekes, hogy itt ilyen világosan, és nézzétek meg, itt ilyen sötét van. Brutál. Ha-ha. Lupi, mi van benned, kiskutyám? Mi van, Lupi? Gopri, te éhes vagy? Kérdezem.
De szép ez a tó. Tó, kék tó, tiszta tó. Na nézzük. Gopcsi, te neked mi bajod van? Félsz valamitől? Gyerünk! De azt mondták, ne nyúlj a fához.